Egy férfi utazik a repülőn, mellette ül egy másik fickó, akinek a lábánál egy kutya üldögél. Beszédbe elegyednek, a kutyás ember elkezd dicsekedni. Tudja, én magándetektív vagyok. A kutyám különlegesen kiképzett állat, jó szolgálatot tesz nekem. Figyelje csak! Oda a kutyának, az elindul az ülések között egyszer csak megáll az egyik utas mellett, vakkant, majd visszamegy a gazdájához. Leül elé, és a bal mancsát az ölébe teszi. Látja? Ezzel most azt jelzi, hogy annál az utasnál marihuána van. Felírom az utas székének számát, és leszállás után értesítem a rendőrséget. Megint elküldi a kutyát, az ismét talál egy gyanús utast, visszajön, ám ezúttal mindkét mancsát a gazdájának ölébe teszi. Ennél az utasnál kokain van, fel is írom mindjárt. A kutya megint elindul, a procedúra ismét ugyanaz, ám ezúttal a kutya összeszarja és összepisíli a földet a gazdi lábánál. Ez meg mi a csoda? kérdi undorodva a szomszéd utas. Mi a fenét jelez ilyen guztustalan módon? Azt hiszem, annál az utasnál bomba van. Múricka a villamoson utazik az apjával. A papa mellett egy csodálatos bombázó csaj áll, és a papa állandóan belebámul a dekoltázsába. Egyszer csak a nő elengedi a fogantyút, és egy jó nagyot lekever a papának. A papa a következő megállóban leszáll a villamosról a gyerekkel. Megszólal Mórica. Apu, tetszett neked az a néni, aki mellette állt. Persze, nagyon csinos volt tapogatja az arcát a papa. Szerintem is, azért csíptem a fenekébe. Felszállás előtt a repülő utasai csodálkozva látják, hogy a kapitány egy vakvezető kutyával, fekete szemüvegben, fehér bottal botladozik a pilóta fülke felé. Először mindenki arra gondol, hogy biztos valami tréfáról van szó, de amikor elindul a gép, az utasok egyre nyugtalanabbá válnak. Gyorsan közeledik a repülőtér vége, a hangulat is egyre kétségbe esettebb. Mikor már csak néhány méter van hátra, az összes utas egy emberként felsikolt. Ám ekkor a gép hirtelen felemelkedik, és megkezdi a repülést. Bent a pilótafülkében megszólal a másodpilóta. Tudja kapitány, mindig attól félek, egyszer későn kezdenek el sikoltozni az utasok, aztán mind meghalunk. Száguldozik egy motoros az országúton, amikor neki csapódik a bukós isakjának egy madár. A madár elájul, a motoros megsajnálja és hazaviszi. Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy kis kenyeret, vizet és elmegy munkába. Kis idő múltán a madár magához tér és körbepillant. Atya ég! Rács, kenyér, víz! Csak nem halt meg a motoros! A Malév egyik járata éppen az óceán fölött repül, amikor a pilóta bejelenti a következőket. Kedves utasaink, sajnálattal kell közölnöm Önökkel, hogy gépünk minden hajtóművel állt, ezért hamarosan leereszkedünk az óceán fölött. Az utasok között már már kitör a pánik, amikor ismét megszólalt a pilóta kedves és megnyugtató hangon. Kérem a kedves utasokat, hogy ne essenek kétségbe, a Malév személyzete az ilyen esetekre is felkészült. Az úszni tudó utasaink szíveskedjenek átülni a gép jobb oldalába, az úszni nem tudó pedig helyezzék magukat kényelembe a bal oldalon. Az utasok fellélegeztek, és gyorsan követték az utasításokat. Két perc múlva a kapitány óvatosan letette a repülőgépet a vízre, és ismét bekapcsolta a mikrofont. Most pedig kérem, hogy a jobb oldalon ülők nyissák ki a vészkijáratokat, és ússzanak ki a vízbe. A bal oldalon ülő utasoknak pedig, nos, köszönjük, hogy a maréd járatával utaztak. Maradj velem! Válasz még egy tuti viccet a listából.